Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy igazi doktorantuszunk van, Kálló Daniel, a Publikus Intézet elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! És akkor nézzük, a mai témánk a hétvége, és a mindenféle viták, béketüntetések és egyéb felvonulások. Kezdjünk neki! Hát igen, egyébként egészen különleges időket élünk, hiszen az elmúlt 4 napban 3 akkora közéleti vitát láthattunk, amire az elmúlt egy évtizedben talán összességében nem volt példa, tehát hogy pláne az én generációmnak ez egy nagyon meglepő és üdvözlendő újdonság. Úgyhogy tegnap csaptak össze a fővárosi listavezetők vitái az ATV-n, előtte az Európa Parlamenti listavezetők szintén az ATV-n, mondjuk kicsit kevesebben, mint a meghívottak száma, és ugye még előtte, ha jól emlékszem, ez pedig csütörtökön volt, az összes Európa Parlamenti listavezetőt láthattuk a köztévében összecsapni, ami hát elég példátlan esemény volt. Melyikkel kezdjük? Kezdjük akkor a legelsővel, a köztévével, ahol majdnem mindenki meg is jelent. Azt hiszem mindenki, aki meg volt hívva, megjelent. Én is úgy tudom, hát nagyon sokan, 11-en voltak, sokan ugye nehezményezték azt, hogy ez a formátum nem volt feltétlenül alkalmas egy ilyen vitára. Én ezt egy kicsit azzal cizellelnem, hogy ez a formátum önmagában még nem hallatlan dolog, léteznek ilyen nagyfős viták, általában viszont ez egy bemutatkozó vita volt, tehát ezt mondjuk a kampány legelején lehetett volna érdemes levetíteni, csak ugyebár akkor még nem volt erre feltétlenül realitás. Így egy bő egy héttel a szavazás előtt az, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom, második reformkor és hasonló pártok, akik ugye jelenleg nincs reális esélyük a bejutásra, ott voltak, az kicsit elvitte a fókusz a valódi vitáról. Ugye több szempontból nagyon érdekes volt ez a vita, mindenki megpróbálta azt a csekély idejét, amit kapott, legjobban felhasználni arra, hogy meggyőzze a köztévé nézőit. Az ellenzéki politikusok jellemzően megpróbálták átkeretezni a Fidesz kampány témáit, migrációt, gazdasági fejlesztéseket, háború. Deutsch Tamás szerintem egy kicsit gyengébben szerepelt, mint számíthatjuk volna, ő abszolút a Fidesz kommunikációs paneljeit adta elő, kicsit cizellálatlanul, mint ahogy ezt akár még tőle is megszoktuk. Illetve ott volt Magyar Péter, akire mindenki nagyon várt, ő egy kicsit szintén máshogy szerepelt, mint ahogy vártuk, nem volt nagyon szenvedélyes beszélek, sokkal több adatot hozott. Szerintem ez nem volt véletlen, hogy a legutóbbi publikusos mérésben már készül az új, de a legutóbbiban többek között az az eredmény is jött ki, hogy az emberek nagy része nem tartja feltétlenül alkalmasnak miniszterelnöknek, a kicsit ezt az államférfi kvalitását hiányolták. Szerintem az, hogy ennyire higgadtabb volt és adatokat hozott, az többek között ezt is próbálta meg ellensúlyozni. Igen, most a következő vita ugyebár a szombati volt. És ami nekem a legjobban tetszett, a viták a vitáról, meg amikor nem mentek el a vitára, akkor előtte beültek az előtte lévő műsorba, úgy a Partizánban, mind az ATV-n, és mindenhol, ahol erre lehetőséget adtak. Igen, az kifejezetten Magyar Péterrel kapcsolatban volt furcsa. Ugye ezt el kell mondani, hogy ő javítson ki, hogyha tévedek, de explicit el is mondta talán még egy Partizán műsorban, hogy ha lesz köztévés vita, akkor ő utána minden vitában részt vesz. Ugye a tények ennek most ellent mondanak. Szerintem ez azért sok embernek volt csalódás, nyilván ez sem volt véletlen, tehát ő a explicit és implicit is nagyon szeretné elszeparálni magát a korábbi ellenzéki politikusoktól, hát úgy, hogy például Deutsch Tamás nem ment el erre a szombati átlévés vitára, hogyha a Magyar Péter elmegy,
akkor esetleg lehet egy olyan kommunikációs panelt adni a kormánypártok kezébe, hogy hát ott vannak az összes az ellenzéki jelöltek, és ezek egymás között vitatkoznak, és ez nem egy valódi vita, ami nem egy fair, korrekt, vagy akár valós interpretáció, de szerintem Magyar Péter többek között ezért sem ment el erre a vitára, úgyhogy ott tényleg kevesebb nagy ütközet volt, de sokan el is mondták. Igen, csak van egy régi közmondás, hogy nem lehet a sütit meg is enni, meg diétázni is egyszerre. A mondást azt egy kicsit szalonképessé próbáltam tenni. Hogy tetszett? Például van egy nagyon érdekes műsora az ATV-nek, a Chat. És ott a vitáról vitáztak. Igen, most nem tudom, hogy pontosan, hogy melyik adásra gondol, lehet, hogy azt elszalasztottam. Az utána lévő elemzői műsorokat láttam, meg esetleg politikusokkal egy az egyben. Értem. Mennyire dúlja föl ez a magyar lakosságot, az összlakosságot? Tehát mennyien változtatják szerinted meg a világnézetüket ezek a viták? Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem kicsit talán változik vitáról vitára. Legkevésbé szerintem a köztévés vitának lesz ilyen hatása. Azért, mert egyrészt ténylegesen nagyon kevés időt kaptak a jelöltek, másrészt azért olyan fantasztikus szereplés, őszintén egyikük sem produkált, nem hiszem, hogy bárki nagyon túlnyúlt volna a saját táborán ezen a köztévés vitán. Talán esetleg ezek a nagyon kis pártok emlékeztették a szavazókat arra, hogy léteznek, nem hiszem, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lenne. A szombati vita egy kicsit talán ennél másabb volt, mert ott sokkal inkább élesebb ütközetek voltak. Egyébként ez is meglepő a köztévéssel kapcsolatban, hogy kicsit arra számítottunk, hogy egy nagyon-nagyon nagy ellenzéki viták lesznek. Ugye Magyar Péter, Dobrev Klára és Donát Alla mellett állt. Nem voltak komoly ütközetek, nem látszott egy ellenzéki káosz. Mindenki inkább Deutsch Tamást vette ösztűz alá. Szombaton már élesebbek voltak az ellentétek. Ami pedig talán még ténylegesen okozhat véleményváltozást, az egyébként ez a tegnapi fővárosi listás vita volt, ami szerintem színvonalában abszolút az első helyen áll, kicsit talán meglepő módon is ezek között a viták között. Ott szakmai kérdésekről, úgy mint pár kérdésekről, nagyon élesen, de azért még a kultúrált keretek között. Ki is vezette ezt a vitát? Jól emlékszem. Ki is vezette ezt a vitát, ha jól emlékszem, Róna Jégon. Így van. Ez így egy van. Határozottan érdekes dolog volt. Kár volt, hogy a kormánypárti képviselők nem voltak ott. Nagyon nagy kár volt, ez szintén nehezményezte az összes megjelent jelölt. Ugye hiányzott a Tisza párt is, és Szent Király Alexandra is. Egyrészt a Tisza párt, a budapesti kampánya az inkább tehát nincsenek nagyon komoly esélyei, nagyon későn is jelentették be. Már a Mi Hazánkos Grundner András is kicsit kilógott a sorból azzal, hogy láthatóan neki volt a legkevesebb tapasztalata, illetve kampány relevanciája, tehát az biztos, hogy Szent Király Alexandra nagyon komoly ösztűz alá került volna. De nagyon érdekes vita volt, még Tisza és Fidesz nélkül is egyébként. Nagyon más karaktereket produkáltak a jelöltek, tehát mindenki megpróbálta meggyőzni a nézőket arra, hogy ő a legalkalmasabb, viszont mindenki más stratégiát választott. Daniel, és hogyha az időseknek is lehetőséget adnak arra, hogy mozgókalpival tudnak szavazni, akkor szerinted mennyi lesz a százalékos arányban a részvétel? El fogja érni az 50%-ot? Én szerintem igen. Ugye azért is, mert egy napon van most az EP és az önkormányzati elhatósági vitáknak a szavazása. Ez ugye példátlan, tehát mindenki mozgósít. Ugye van, akinek az EP választásra éri meg jobban, van, akinek pedig a helyhatóságra, tehát szerintem összességében egy elég nagy részvételre számíthatunk, ami pláne EP választásokon kifejezetten ritka. Tehát nem tartom teljesen lehetetlennek,
most az összes faktort egybeszámolva, ugye megjelent a Tisza párt, Fidesz-el nyilván reagál, hogy egy akár országgyűlési választásokat is elérő részvételi százalékot kaphatsunk. Bízunk benne, hogy így lesz a mielőbbi viszontlátásra, gondolom te is hazajössz szavazni, vagy kint külföldön szavazol? Így van, a tanulmányai miatt én Brüsszelben fogok szavazni a nagykövetségen, mindenkit egyébként ezúttal is biztatnék az ő által a szimpatikus pártnak való szavazásra és a részvételre a választáson. Köszönöm, hogy ebben is egyetértettünk, a legjobbakat viszontlátásra. Az elmúlt szűk negyed órában a doktorantus Kálló Daniel Publikus Intézet elemzője Brüsszelből Skype-on volt látható és hallható. Most viszont érkezik Gyarmati István nagykövet, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Tartsanak velünk!